Hetedik fejezet Sárvér és suttogás A következő napokban Harry rengeteg energiát áldozott rá, hogy messze elkerülje Gildroy Lockhartot. Arra viszont nem jutott az erejéből, hogy Colin krívit is lerázza, már pedig a fiú minden jel szerint kívülről megtanulta Harry órarendjét. Colin számára az jelentette az abszolút sikerélményt, ha napjában hatszor kimondhatta azt, hogy Szervusz, Harry! és bezsebelhetett érte egy fásult sziakolint. Hedwig Hedvig még mindig neheztelt herire a gyötrelmes kocsikázás miatt, romvarás pálcája pedig változatlanul súlyos működési zavarokkal küzdött. Péntek délelőtt például kiröppent Ron kezéből, és épp a szeme közt találta el szegény öreg Flitwick professzort, aki ezután jó pár napig egy lüktető zöld dudorral a homlokán járkált. Harry érthető módon már alig várta, hogy véget érjen a szerencsétlenségekkel terhes hét. Őron és Hermione arra készültek, hogy szombat délelőtt meglátogatják Hagridot. Arra egyikük sem számított, hogy Harryt már órákkal a tervezett ébresztő előtt felveri édes álmából a hatodéves Oliver Wood, a Griffendél Quidditch csapatának kapitánya. – Mi a baj? – dünnyögte álmosan Harry. – Quidditch edzés! – harsogta a magas, széles csapatkapitány. Ki az ágyból? Henry hunyorogva kinézett az ablakon. A rózsaszín aranyég alatt ritkás kötfoltok úztak. Most, hogy már felébredt, el se tudta képzelni, hogyan bírt aludni ilyen fülsiketítő madár csiripelésben. Oliver! Nyögte. Kora hajnal van! Ahogy mondod! Bólogatott Wood és szeme megszállottan csillogott. Ez is része az új edzésprogramunknak. Gyerünk, fogd a seprüdet és indulás! a többi csapat még nem kezdte el az edzéseket. Az idén mi vagyunk az elsők. Harry ásítozva, s kicsit fázósan kikászálódott az ágyból, és keresgélni kezdtek vidics talárját. Helyes, biztatta Wood. Negyed óra múlva találkozunk a pályán. Harry belebújt a piros mezbe, és mivel még így is fázott, magára kanyarította a köpönyegét. Írt egy Cetlitronnak, hogy hova ment, majd vállára vette Nimbus 2000 és lecammogott a csiga lépcsőn a klubhelyiségbe. Már a portréjuknál járt, mikor csattogást hallott a lépcső felől. Corin Krivi rohant lefelé, nyakában elmaradhatatlan fényképezőgépével, A kezében is lóbált valamit. Hallottam, hogy valaki a nevedet említi, magyarázta lihegve. Mutatok neked valamit. Előhívattam a képet, nézd meg! Harry csekély érdeklődéssel rápillantott a képre, amit Colin az orra alá dugott. Lockhart mozgó, fekete-fehér képmása erőszakosan cibált valamit, amiben Harry felismerte a saját karját. Elégedetten állapította meg, hogy kétdimenziós önmaga elszántan küzd ellene, hogy berángassák a képbe. Lockhart végül fel is adta, és lihegve neki támaszkodott a fénykép fehér margójának. – Aláírod? – kérdezte reménykedve Colin. – Nem. Harry lopva körülnézett, hogy tényleg ürese a klub helyiség. Sajnálom, Colin, most nem érek rá. Kezdődik a kvidicsedzésem. Azzal gyorsan kimászott a portréjukon. Colin nem hagyta magát olyan könnyen lerázni. Tényleg? Várj meg! Még soha nem láttam kvidicsedzést. Szörnyen unalmas. Vágta rá Harry. Colin ezt elengedte a füle mellett. Csak úgy ragyogott az arca az izgalomtól. Száz év óta te vagy az egyetlen, aki már elsőben bekerült a ház válogatottjába, igaz ez, Harry? Igaz ez? Colin ott kocogott Harry mellett. M -m, biztos szuperjátékos vagy. Én még soha se repültem. Nagyon nehéz. Ez a te seprőd, Ugye ez a legeslegjobb márka? Harrynek olyan érzése volt, mintha megajándékozták volna egy levakarhatatlan beszélő árnyékkal. Nem nagyon értem a Quidditch szabályait, hadarta Colin. Igaz, hogy négy labdával játszák, és hogy kettő ide-oda röpköd és próbálja eltalálni a játékosokat? Igen. Sóhajtott Harry, beletörődve, hogy most el kell magyaráznia a Quidditch bonyolult szabályait. Azokat gurkóknak hívják. A csapatban van két terelő, akik az ütőjükkel igyekeznek az ellenfélre uszítani a gurkókat. Fred és George Weasley a Griffendél terelői. És mire való a többi labda? kérdezte Colin. Mivel nem a lába elé nézett, hanem szájtátva bámulta herrit, kis hián hasra esett a lépcsőn. Nos, a kvaffal... Az a legnagyobb piros labda, gólokat lehet szerezni mindkét csapatban van három-három hajtó, azok egymásnak passzolgatják a kvaffot, és igyekeznek átdobni a pálya végében álló poznák tetejére szerelt karikán. És a negyedik? Az az aranycikesz. Bólintott Harry. Kicsi és nagyon fürge labda. A fogónak az a feladata, hogy elkapja, ugyanis a kvidics mérkőzés addig nem ér véget, amíg valamelyik csapat fogója meg nem szerzi a cikeszt. Ezért 150 jutalompont jár. – És te vagy a Griffendél fogója! – rebegte ámulattal Colin. – Igen. Időközben kiértek az épületből, és a park harmatos füvén át elindultak a Quidditch pálya felé. Herinek csak az öltöző ajtajában sikerült lerázni a kolint. – Megyek, keresek egy jó helyet! – cincogta lelkesen a fiú, és elszaladt a lelátó felé. A Griffendéles csapat többi tagja már az öltözőben volt. Egyedül Wood tűnt igazán ébernek közülük. Fred és George Weasley duzzadt szemmel kócosan gubbasztott a padon mellettük a negyedikes Alicia Spinét, a falnak vetette a hátát és laposakat pislogott. Hajtótársai Katie Bell és Angelina Johnson a szemközti padon ásítoztak. Mi tartott ennyi ideig Harry? Zsörtölődött Wood, majd belefogott bevezető szónoklatába. Mielőtt kimegyünk a pályára, röviden el akarok mondani nektek pár dolgot. A nyáron kifejlesztettem egy új edzésprogramot, ami segíthet javítani a csapat képességén. Wood felmutatott egy színes vonalakkal, nyilakkal és keresztekkel tarkított rajzot, ami egy kvidics pályát ábrázolt. Elővette varázspálcáját és megpöckölte vele az ábrát, mire a nyilak hernyó módjára izegni-mozogni kezdtek. Alig, hogy Wood belefogott az új taktika részletes ismertetésébe, Fred Weasley feje Alicia Spinét vállára bukott, és a fiú horkolni kezdett. Az első ábrához fűzött 20 perces magyarázat után előkerült egy második ábra, azt pedig egy harmadik követte. Harry félálomban hallgatta a véget nem érő monoton szóáradatot. Ennyi volt, Fejezte be nagy sokára Wood kizökkentve álmodozásából Harryt, aki képzeletben épp egy kiadós reggelit fogyasztott el. Minden világos? Van kérdésetek? Lekem van egy, Oliver, felelte George, miután felriadt bóbiskolásából. Miért nem tegnap mondtad el mindezt, amikor ébren voltunk? Wood nem örült a megjegyzésnek. Ide figyeljetek, lusta banda! Szólt szigorú arccal. Tavaly nekünk kellett volna megnyernünk a Quidditch kupát. Messze a legjobb csapat vagyunk. Rajtunk kívülálló okok miatt azonban. Harry kicsit szégyenkezve fészkelődött a padon. Az előző szezon utolsó meccsének idején ő ájultan feküdt a gyengélkedőn. Mivel nem volt tartalékfogójuk, a csapat végig emberhátrányban játszott, és az utóbbi 300 év legcsúfosabb vereségét szenvedte el. Woodnak kellett egy fél perc, mire lehiggadt. Látszott, hogy még fájdalmasan él benne az utolsó meccs emléke. Szóval ebben az évben keményebben fogunk edzeni, mint eddig bármikor. Nagy gyerünk, ültessük át az új elméletet a gyakorlatba. Kiáltotta, azzal felkapta seprűjét, és lendületesen elindult a pálya felé. A csapat ásítozva lustán követte. Olyan sokáig rostokoltak az öltözőben, hogy időközben felkelt a nap, és a köd nagy része is felszállt. A pályára lépte Harry észrevette, hogy Rón és Hermione a lelátón ülnek. – Befejeztétek végre? – kiáltott le bosszankodva Rón. Még el se kezdtük! – legyintett Harry, és irigykedve nézett lekváros kenyeret majszoló barátaira. – Vód új taktikát tanított nekünk. Harry felült a seprűjére, és elrúgta magát a földtől. Az arcát csipkedő hűvös reggeli szél hatásosabb élénkítőnek bizonyult a vód hosszú szónoklatánál. Csodálatos érzés volt számára újra a kvidics fölött röpködni. Fred George meg ő teljes gőzzel száguldottak körbe-körbe a stadion fölött. – Mi ez a fura kattogás? – kérdezte Fred, mikor Harry mellé ért a fordulóban. Harry a lelátó felé nézett. A legfelső sorok egyikében ott ült Colin. Szinte másodpercenként készítette a fényképeket, s a kattanások felerősítve visszhangoztak az üres stadionban. – Nézd ide, Harry! – kiáltozta Colin. – Mosolyog! – Ki ez? – érdeklődött Fred. – Fogalmam sincs. – füllentett Harry, és elviharzott Colin közeléből. – Mi folyik itt? – Wood Harryék felé kormányozta seprűjét. – Miért fényképez minket az az elsős? – Nem tetszik ez nekem. – Lehet, hogy a Mardekár kémje és az új edzésprogramunkat akarja kilesni. – Ő is a Griffendélben van. – sietett megnyugtatni Harry. A mardekárosoknak különben sincs szükségük kímekre, tette hozzá Fred. Miért ne lenne? Mert itt vannak személyesen, mutatott a bejárat felé George. Odalent zöld taláros, seprővel felszerelkezett alakok masíroztak be a pályára. Ez nem lehet igaz, dühöngött Wood. Egész napra lefoglaltam a pályát, na majd én beszélek a fejükkel zuhanó repülésben megcélozta a betolakodókat, s nagy felindultságában egy kicsit keményebben landolt, mint szerette volna. Harry, Fred és George követték. Flint! förmett rá Wood a mardekárosok csapatkapitányára. Ez a mi időnk. Külön bejelentettük, tűnjetek el innen. Markus Flint még Woodnál is termetesebb fiú volt. Van itt elég hely minnyájunknak, felelte ravasz mosolyjal most már Angelina, Alicia és két is odaértek. A Mardekár csapata csupa fiúkból állt, s fellépésük nem hagyott kétséget afelől, hogy ha arra kerül a sor, ki is fogják használni a túlerejüket. Tehát lefoglaltam a pályát. Wood szinte fuldoklott a méregtől. Lefoglaltam! Helyes, felelte higgattam Flint. Én pedig kaptam egy külön engedélyt Piton professzortól. Én, P. Piton professzor, ezúton engedét adok a Mardekár csapatának, hogy a mai naponak Vidics pályán gyakoroljanak és kiképezzék az új fogójátékost. Új fogótok van, Wood még dühöngen is elfelejtett a csodálkozástól. Ki az? A hat nagy darab fiú háta mögül most kilépett egy hetedik kisebb alak. Egy sápadt, hegyes arcú, alattomosan vigyorgó fiú. Dráko elfoly. Te Lucius Malfoy fia vagy, nem? kérdezte Fred, nem leplezve ellen szemvét. Jó, hogy szóba hozott dráko édesapját. Szólt Flint, és az egész mardekáros csapattal együtt vigyorogni kezdett. Hadd mutassam meg, milyen nagy lelkű ajándékot kaptunk tőle. Mind a hét játékos felemelte a seprűjét. A reggeli napfényében hét vadonatúj, fényesre polírozott seprűnyél csillant meg. Rajtuk aranyfelirat hirdette, Nimbus 2001-es, a legújabb modell, közölt egy csevegő hangon Flint, s lepöckölt egy porszemet seprűje nyeléről. A múlt hónapban került a boltokba. A teljesítménye tudtommal messze felülmúlja a régi 2000-es szériáét. Ami pedig az Osdi jól seperreket illeti, itt negédes mosolyjal Fredre és george nézett, akik Jólsep erreseket tartottak a kezükben, Nos, azokkal söpri fel a pályát. A Griffendél csapat egyetlen tagja se tudott mit mondani erre. Melfoy olyan szélesre húzta a száját, hogy szürke szeme vékony réssé szűkült. – No csak! – jegyezte meg gúnyosan Flint. – A rajongók betörnek a pályára. Ron és Hermione lejöttek a fűre, hogy meghallgassák, miről folyik a szó. – Mi van? – fordult Harryhez Ron. – Miért nem játszotok, és ez mit keres itt? Melfolyra és annak Mardekáros zöld talárjára nézett. Én vagyok a Mardekár új fogója, hencegett Melfoy. Épp az új seprűket nézegettük, amiket apám vett a csapatnak. A hét szuper láttán Ronnak is tátva maradt a szája. Jó cucc, mi? Folytatta Melfoly. De talán a Griffendélnek is sikerül pénzt szereznie új seprűkre. Írjatok ki árverést a jól seperresetekre. A múzeumok versengeni fognak értük. A mardekárosok a hasukat fogták a nevetéstől. A Griffendélnél viszont senki sincs, aki lefizette a csapatot, hogy játszhasson. Vágott vissza Hermione. Mi a jó játékosokat válogatjuk be. Melfoy arca megrándult. Téged senki nem kérdezett, Pimas kis sárvérű. Sziszegte. Harry nyomban rájött, hogy Melfoy valami nagyon csúnyát mondhatott. Flintnek Melfoy elé kellett ugrania, hogy megvédje őt Fredtől és George-tól, Alicia felháborodva kiabálta, hogy Melfoy hogy merészel ilyet mondani, Ron pedig előrántotta varázspálcáját, és ezért megfizett kiáltással Flint hóna alatt Melfoy arcára szegezte. Jókora duranás robajlott végig a stadionon, majd zöld sugárnyaláb tört elő a pálca Ronhoz közelebb eső végéből. Az átok gyomron találta a fiút, és ledöntötte a lábáról. – Ron, Ron! – sikoltozott Hermione. – Nem esett bajod? Ron kinyitotta a száját, de beszéd helyett hatalmasat böfögött, és egy maroknyi meszteren csiga potyogott az ölébe. A mordekárosok betegre nevették magukat. Flint két rét görnyedt, és új seprűje nyelében kellett megkapaszkodnia, hogy el ne essen. Melfoy négy állt, és öklével a gyepet püfölte. A griffendélesek ronköré gyűltek, aki még mindig jókor a nyálkás csigákat böfögött föl. Egyiküknek sem akaródzott hozzáérni a fiúhoz. – Hagrid házába vigyük, az van a legközelebb – javasolta Harry. Hermione bólintott. Két felől a hona alá nyúlva talpra állították Ront, és elindultak vele a kiárat felé. Időközben Colin is lerohant a pályára, és most ott táncolt körülöttük. Mi történt, Hernyi? Mi történt, beteg a barátod? Meg tudod gyógyítani, ugye? Ron öblöset böfögött és dupla adag csigát adott vissza a természetnek. Na hát, álmélkodott Colin és felemelte a kameráját. Meg tudnátok állni egy kicsit, Harry? Tűnj el az útból, Colin! Förmetrá rá türelmét vesztve Harry. Hermionével kivezették Ront a stadionból, és elindultak vele az erdő szíle felé. Mindjárt ott vagyunk, Ron, biztatta barátjukat Hermione, mikor látótávolságba került a vadőr kunyhója. Egy perc és jobban leszel, csak bírd ki még egy kicsit. Már csak hat méterre voltak a céljuktól, mikor kinyílt a kunyhó ajtaja, de nem Hagrid lépett ki rajta, hanem egy halvány májva szín találba öltözött szőke alak, Gildroy Lockhart. Gyorsan, bújjunk el! suttogta Harry, és magával rántotta a ront egy bokor mögé. Hermione vonakodva bár, de követte őt. Pofon egyszerű művelet, csak érteni kell hozzá, szólt vissza Lokhárt fennhangon. Ha segítségre van szükséged, tudod, hol találsz. Szívesen adok egy példányt a könyvemből. Csodálom, hogy még nincs meg neked. Még ma este átküldök egyet dedikálva, hát akkor viszlát. Azzal elmasírozott a kastély felé. Harry megvárta, amíg Lockhart eltűnik a távolban, majd kihúzta ront a bokor mögül, és a kunyhó ajtajához vezette. Hagrid nyomban ajtót nyitott a kopogtatásra. Első pillantása úgy tűnt, hogy igencsak harapos kedvében van, de mikor látta, kikérkeztek, felderült az arca. Kíváncsi volt, mikor dugjátok vége ide a képeteket. No, gyertek csak, gyertek! Már azt hittem, Lockhart professzor jött vissza. Harry és Hermione betámogatták Ront az egyszobás kunyhóba, melynek egyik sarkában hatalmas ágyált, a másikban pedig vidám tűz lobogott. Miközben leültették barátjukat egy székre, Harry néhány szóban összefoglalta Ron csigarohamának történetét. Hagrid nem izgatta magát különösebben a hallottakon. Jobb, ha kijön, mintha bent marad, kedélyeskedett, és jókora rézlavort lökött Ron elé. Potyogtasd ki mindet, Ron, nem nagyon tudunk más csinálni, mint megvárni, amíg elmúlik. Csóválta a fejét Hermione, és aggódva pillantott két rét görnyed barátjukra. Ez egyébként se egy könnyű átok, törött pálcával meg pláne? Hagrid a teafőzéssel volt elfoglalva, vatkanfogó kopója, agyar pedig elhatározta, hogy bőven csöpögő nyálával egyenletesen beborítja Harry talárját. – Mit akar tőled Lockhart? – érdeklődött Harry, miközben agyar füle tövét vakargatta. Elmagyarázta, hogyan kell a vízi szellemet kiszedni a kútból. Legyintett Hagrid, és leemelt az asztalról egy félig megkopasztott kakast, hogy helyet csináljon a teáskannának. Mintha bizony magamtól nem tudnám. Aztán meg valami sikító szellemről regélt, amit elkergetett valahonnan. Megeszem az üstömet, ha egy szó is igaz belőle. Harry csodálkozva nézett az óriásra. Nem emlékezett rá, hogy Hagrid valaha is kritizált volna egy roxfortos tanárt. Szerintem igazságtalan vagy hozzá, szólalt meg Hermione a szokásosnál kicsit emeltebb hangon. Bizonyára nem véletlen, hogy Dumbledore professzor épp őt választotta ki erre az állásra. Ha egy jelentkező van, nem nehéz választani. Legyintett Hagrid és egy tálcáról tejkaramellát kínált vendégeinek. A böfögőront nem kínálta meg. Tényleg ő volt az egyetlen. Mostanság elég nehéz embert találni a sötét varázslatos állásra. Mindenki óckodik tőle, gyanítják, hogy nem stimmel vele valami. Az utóbbi időben senki nem húzta ott sokáig. De halljuk, váltott témát Hagrid. Kit akarton megátkozni? Melfoy mondott valamit Hermione-re. Nagy gorombaság lehetett, mert mindenki bedühödött tőle. Nagyon nagy gorombaság volt? szólalt meg Ron reketten, és kiemelkedett az asztal alól sápat verejtékben úszó arca. Elfoly sárvérűnek nevezte Hermionét. Azzal ismét lebukott, és újabb csigarajt köpött a lavorba. Hagrid szeme tágra nyílt a felháborodástól. – Nem mondjátok komolyan! – horkant fel. – Tényleg ezt mondta? – bólogatott Hermione. – De én nem tudom, mit jelent. Persze kitaláltam, hogy valami durva dolog. – A lehető legdurvább! zihált a rón, miután ismét levegőhöz jutott. A sárvérű azt jelenti, hogy egy varázsló mugli származású, vagyis a szülei mágiamentesek. Vannak olyan varázslók, mint például Melfoy családja, akik azt hiszik, hogy jobbak a többinél, mert ők aranyvérűek. Ron böfögött egy kicsit. Egyetlen mesztelen csiga a tenyerébe, azt bedobta a lavorba, majd folytatta. A többséget persze egyáltalán nem érdekli, hogy ki aranyvérű és ki nem. Nézd csak meg nevi longbotomot, ő aranyvérű, de egy üstöt se tud rendesen felállítani. A mi Hermionénk viszont betéve tudja a világ összes varázsigéjét. Tette hozzá büszkén Hagrid, gyönyörű bíborvörös arcinnel ajándékozva meg a kislányt. Undorító dolog sárvérűnek nevezni valakit. Morogta Ron és remegő kézzel megtörölte verejtékező homlokát. Különben is ma már a legtöbb varázsló félvér. Rég kihaltunk volna, ha nem házasodunk be mugli családokba, tette hozzá, majd egy újabb rekesz izomrándulással eltűnt az asztal alatt. Nem hibáztatlak érte, hogy meg akartad leckéztetni Malfoyt, jegyezte meg Hagrid. Jó hangosan beszélt, hogy elnyomja a lavorba potyogó csigánk zaját. De talán jobb is volt, hogy visszafelé sült el a pálcád. Lucius Melfoy biztos nagy patáliát csapott volna, ha megátkozod a fiát. Így legalább nem kerültél bajba. Bár Harry meg volt győződve róla, hogy a tartós csigaöklendezés kimeríti a baj fogalmát, Véleményének nem tudott hangot adni, mert Hagrid karamellája szabályosan összeragasztotta két állkapcsát. Harry! kapta fel a fejét Hagrid, és homlokát ráncolva nézett a fiúra most jut eszembe. Azt hallottam, hogy aláírt fényképeket osztogattál. Hogy, hogy én nem kaptam? Harryt elfutotta a pulyka méreg, és egy rántással szétfeszítette fogait. Nem osztogattam aláírt fényképeket, fakadt ki. Ha Lockhart még mindig ezt terjeszti, akkor... Ekkor vette észre, hogy Hagrid vigyorog. Csak vicceltem, nevetett az óriás, és kedélyesen hátba veregette Harryt, amitől a fiú belefejelt az asztalba. Rögtön tudtam, hogy mese az egész. Mondtam is Lokhártnak, hogy neked nem kell semmit se osztogatni, úgyis híresebb vagy, mint ő. Lefogadom, hogy ennek nem örült. Egyenesedett fel Harry fájós állát dörzsölgetve. Nem bizony, kacsintott Hagrid. De csak akkor ment el, mikor azt mondtam, hogy egyetlen könyvét se fogom elolvasni. Kérsz Rón? A fiú ismét felbukott az asztal alól. Köszönöm. Most nem. Suttogta erőtlenül inkább nem kockáztatok. – Gyertek, nézzétek meg a kertem díszét! – invitálta vendégeit Hagrid, mikor Harry és Hermione kiitták a teájukat. A ház mögött rejtőző zsebkendőnyi veteményes kertben akkora tökök nőttek, amekkorákat Harry még soha életében nem látott. Vagy tucatnyi volt belőlük, és a legkisebb is olyan nagy volt, mint egy malomkő. Szépen fejlődnek, mi? Büszkélkedett Hagrid a Halloweeni ünnepségre szánom őket. Addigra jó nagyok lesznek. Mit adtál nekik, hogy ekkorára nőttek? Csóválta a fejét Harry. Hagrid körülnézett, hogy nem hallja-e őket valaki. Hogy is mondjam, csak rásegítettem egy picit. A kunyhó hátsó falának támaszkodva ott állt Hagrid virágmintás rózsaszín esernyője. Harry már korábban is élt a gyanúperrel, hogy az esernyő nem éppen az, aminek látszik. Egy szó mint száz, úgy gondolta, hogy Hagrid az esernyőben rejtette el régi iskolai varázspálcáját. Az óriásnak ugyanis tilos volt mágikus eszközöket használnia. Harmadéves korában kicsapták a Roxfordból, de mindeddig nem sikerült megtudni tőle miért. Valahányszor felmerült ez a téma, Hagrid hangosan köszörülte a torkát, aztán pedig titokzatos módon megsüketült. És ez állapot mindaddig fennmaradt, amíg másra nem terelődött a szó. – Bazibum bűbájt használtál, mi? – szólt Hermione félig megróvóan, félig nevetve. – Minden esetre szép munkát végeztél rajtuk. – A kis hugod is ezt mondta. – trón felé Hagrid. – Épp tegnap járt erre, akkor ismerkedtünk meg. Az óriás a szemes sarkából herire pislogott. Az orra alatti szakállerdőben huncut mosoly bujkált. Azt mondta, csak sétálni indult, de szerintem remélte, hogy összetalálkozik valakivel a házamban. Hagrid Harryre kacsintott. Az az érzésem, a kis Ginny nem utasítana vissza egy aláírt. Jaj, fogd már be a szád! Mérgelődött Harry. Ron horkantva felnevetett és beterítette a veteményes kertet csigákkal. – Mit csinálsz? – rémüldözött Hagrid, és elvonszolta Ront értékes tökültetvénye közeléből. A nap lassan delelőre hágott. Harry csak egy falat karamellát evett a hajnali ébresztő óta, úgyhogy már alig várta az ebédet. A három jóbarát elbúcsúzott Hagridtól és visszasétált a kastélyba. Útközben Rón csuklott még néhányat, de csak két egészen apró csigát pottyantott el. Alig, hogy beléptek a hűvös előcsarnokba, éres női hang szólította őket. Potter? Weasley? Hát itt vannak! Meggalagony professzor közeledett feléjük meglehetősen szigorú arccal. Ma este fogják elvégezni a büntető feladatukat. Mit kell csinálnunk, tanárnő? kérdezte Ron egy alattomos bőfentéssel viaskodva. Maga vízli az ezüst tárgyakat fogja tisztogatni Fritz úrral a trófea teremben, felelte meggalagony. De nem varázslattal, hanem a két kezével. Ron nagyot nyelt. Argus Fricchet a gonnokot egy emberként utálta az iskola összes diákja. Maga pedig Potter segít Lockhart professzornak megválaszolni a rajongói leveleit. Harrynek összeszorult a gyomra. Nem mehetnék inkább én is a trófea terembe? Szó se lehet róla, vonta fel a szemöldökét meggalagony. Lockhart professzor külön kérte magát. Mind a ketten nyolc órakor kezdenek. Harry és Ron teljes letargiában kullogtak be a nagyterembe nyomukban Hermionével, aki az alkalomhoz illően felöltötte az úgy kell nektek mi csibészek típusú arc kifejezését. Harrynek most még a sütemény sem izlett annyira, mint máskor. Úgy érezte, hogy kettejük közül ő húzta a rövidebbet. Érdekes módon Ron is így volt ezzel. Finch egész éjjel dolgoztatni fog, siránkozott. Nem varázsolhatok, pedig abban a teremben legalább száz serleg van, és nem is értek a mugliféle tisztogatáshoz. Boldogan cserélnék veled, szólt sötéten Harry. Nekem volt alkalmam gyakorolni a takarítás dörzliéknál, de Lockhart rajongóinak leveleire válaszolni, ezt nem fogom túlélni. A szombat délután sokkal rövidebbnek tűnt, mint máskor. Szinte észre sem vették, már is 7 óra 55 perc volt. Harry felvonszolta magát a második emeletre, végigment a folyosón és fogcsikorgatva bekopogott Lockhart szobájába. Az ajtó azonnal kitárult és egy hatalmas, tündöklő mosoly jelent meg mögötte. Ááá, megjött a mi kis rossz csontunk! Kerülj bejjebb, Harry, kerülj bejjebb! A gyertyákkal fényesen megvilágított szobafalait Lockhart számtalan bekeretezett fotója díszítette. A professzor néhányat még alá is írt magának. Egy másik adagfénykép az asztalon hevert. – Te címezheted meg a borítékokat! – jelentette be Lockhart olyan hangon, mintha a legnagyobb kitüntetésben részesítené Harryt. – Az első levelet Gladys Gudgeonnek írjuk, ő az egyik leghűségesebb rajongóm. A percek csigalassúsággal teltek. Harry távoli zsongásként érzékelte Lockhart ömlengését. Időnként megeresztett egy mm öt, ahát, vagy igent, és néha elkapott egy-egy mély értelmű bölcsességet úgy, mint a hírnév hőtlen barát Harry, vagy a szerénység a legfőbb erény, ezt jól jegyezd meg. A gyertyák lassan csonkigégtek, táncoló fényük megvilágította a falakra felszögelt mozgó lokhárt arcokat. Harry sajgó kezével maga elé húzta a következő, ezrediknek tűnő borítékot, és hozzálátott, hogy felírja rá Veronika Smithli címét. Lassan le kell telnie az időnek, gondolta meggyötörten. Lassan le kell telnie. Ekkor különös hang furakodott a fülébe. Nem a gyertyák sercegése és nem is lokhárt locsogása, hanem valami egészen más. A hang beszéd volt csontik hatolóan hideg, szívbe kegyetlen suttogás. Várok rád, gyere, hadd szaggassalak szét, hadd képjem ki a szíved, hadd küldjelek a pokorra. Harry majd leesett a székről ilyettében, s Veronika Smithli címére jókora lila tintafoltot ejtett. Tessék, nyögte hangosan. Jól hallottad, cseveget Lockhart. Hat teljes hónapig volt a bestseller listák élén. Minden rekordot megdöntött? Nem, rázta a fejét Harry. Ez a hang! Hogy mondod? Lockhart a homlokát ráncolta. Milyen hang? A hang, ami azt mondta, hogy nem hallotta? Lockhart döbbenten mered Harryre. Miről beszélsz, fiam? Csak nem kezdesz elálmosodni, te jó ég, ilyen késő van, majdnem négy órája dolgozunk, ki hitte volna, csak úgy repül az idő, igaz? Harry nem válaszolt. Fülét hegyezve figyelt, hát ha újból felcsendül a titokzatos hang, de már nem hallott mást, csak Lockhartot, aki figyelmeztette, hogy nem lesz szám minden büntető feladata ilyen kellemes és kitüntető munka. Harry felállt és motyogva elköszönt a késői órán már csak egy-két diák lézengett a Griffendél klub helységében. Harry egyenesen felment a hálóterembe. Látta, hogy Ron még nem érkezett vissza. Pizsamát húzott, lefeküdt és várt. Ron fél óra múlva érkezett meg, ernyetten lógó jobb karral és erős szidolszak kíséretében. Kikészült az összes izmom, panaszkodott és leroskadt az ágyra. A kvidicskupát 14 sikáltatta levelem. Aztán megint rám jött az a bőfögés, és összecsigáztam az önzetlenül az iskoláért külön díjat. Órákig tartottam, míg levakartam róla a sok nyálkát. És neked milyen volt Lokhártal? Harry suttogóra fogta a hangját, nehogy felébressze nevét, dint meg sémözt, és elmesélte Ronnak különös élményét. És Lokhárt azt mondta, ő nem hallotta? kérdezte Ron. Harry látta a holdfényben, hogy barátja töprengő arcot vág. Mit gondolsz, hazudott? De akkor sem értem. Ha láthatatlan volt az illető, akkor ki kellett volna nyitnia az ajtót. Igen. Harry ledőlt a párnájára, és az ágy mennyezetére merett. Nekem se fér a fejembe.